Az asztali tenisz, a darts, a sakk és a dámajáték kedvelőinek tartottak téli kupát Guton. A programot a Kánkász Beregszászi járási szervezete a helyi alapszervezettel közösen hívta életre, annak érdekében, hogy teret biztosítsanak a fiataloknak és az idősebbeknek ezen sportágak népszerűsítésére. A megmérettetésre előbb 6 település 40 fiatalja érkezett, akik később az idősebb generáció képviselőjének adták át a terepet. A téli időszakban is vannak fontos események, amikor is összejövünk, összehozzuk az embereket. Az egyik ilyen az egyik legelső ünnepségünk, megemlékezésünk, ez a Kölcsei Ferencről való megemlékezés. A községünkben az iskolában történt pénteki napon a megemlékezés, ahol színes műsorra vonultak fel a gyerkőceink, és úgy gondolom, hogy megtettek mindent azért, hogy tudatosítsák a magyar emberbe, hogy ez egy fontos esemény, fontos dolog ismerni Kölcseit és azt a himnuszt, amelyik összehozta a nemzetünket. A vasárnapi napra pedig sportjátékokat szerveztünk fiataloknak és mondjuk úgy, hogy idősebbeknek, veteránoknak. Tehát 4 sportágba mérkőztek meg a fiaink eddig. 6 községből több mint 40-en jöttek össze. Ezt gondolom, hogy nagyon jó szám, és jelen pillanatban folyik a veteránoknak, tehát az idősebb generációnak a versenye, ezt ugyancsak 4 sportágban rendezzük meg. A sportversenyek megnyitása is gondoltunk azért a Magyar Kultúra napjára, és ilyen villámkérdések formájába, tehát több díjat is kiosztottunk azoknak a gyerekeknek, akik a leghamarabb meg tudták válaszolni, hogy ki írta a himnuszt, mikor írta, és mit is ünneplünk ezen a napon. Úgyhogy így elmondhassuk, hogy színvonalasan teltek el eddig a Magyar Kultúra napi rendezvények. Gutona csak nem egy évtizedes hagyománya van a téli asztali teniszbajnokságnak. Idén ezt bővítették ki újabb versenyekkel. A mostani helyzetben tudjuk azt, hogy mindenki ilyen stresszes és visszahúzódott és szorult a helyzet, és igyekszünk az embereket, akik még itthon vannak és mozognak és léteznek, hogy legalább ezt a kis közösséget mozgassuk meg. Ez a tenisz nálunk, ez tradíció, mivel ezt minden januárban meg szoktuk rendezni itthon. Ezek a férfiak, akiket mondjuk például most is látunk, ezek idősebb korúbeli fiúk, emberek, akik már ugye megérték a életek javát, de a régi tudás, ez megmaradt náluk. Olyan tudással léteznek, hogy nálunk, hogy mint az elején is nem tudom, látták is a meccsen, hogy tehát gyerekkori tudásokból eljönnek idegenek, olyanok, akik valamikor akár versenyeket, nagy versenyeket nyertek, és itt elveszlenek. Tehát egész jó játékosaink vannak. Úgyhogy próbálok ezt fenntartani, próbálok az embereket össze egybe kovácsolni, eljövünk esténként, egy kicsit gyakorolgattunk, feljöttünk, összejöttünk közösségbe, beszélgetünk, megbeszéljük a dolgainkat, így egymást tudjuk jobban segíteni, és akár a dolgokban, hogy kinek miben van segítségre szüksége. Na meg a mai napon ez egy olyan rendezvény is volt, hogy mi vagy a Magyar Kultúra napja, így a gyerekeket is, a kistérségből lévő 7 közösség gyerekeit meghívtuk egy sportversenyre, ahol sáski dámajáték, ugye a sáska, mondjuk dámajáték, sakk, dárc és tenisz volt a fő téma. Nagyon jól szerepeltek a gyerekek, volt azt hiszem ilyen 40 körüli gyerekünk, akik eljöttek és részt vettek, nagyon ügyesek voltak, nagyon azt vettük észre, hogy ahogy lássuk, hogy a számítógépes világ húzza el a gyerekeket is a rossz irányba, de azért meg tudjuk őket fogni még a sporttal. Természetesen a tornán való részvételhez elengedhetetlen a felkészülés is, amihez Guton a helyiek számára teret biztosítanak, hiszen a kultúrház egész évben nyitva áll a pingpong, a darts, a sakk és a dámajáték kedvelői előtt.